Hát üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban. Itt vagyunk Eszkimóval kint a határban, megint. Kis aranyosom. És három napja most látott először, most voltunk egy ilyen kisebb nyaraláson. Most azért három napig nem látott. És újra itt vagyok neki, viszont az a baj, hogy most meg, ugye most kezdődött ennek a párzási időszakuk. Én augusztustól október-novemberig tart. És ebben az időszakban nincs olyan, tehát akárhányszor megálltam, mindig neki állt füvet nyolni, nem győztem elrántani. És tényleg nem, mit csináljak? Tehát az segítene, hogyha kivartalanítanám, mert én nem tudok. Erről így, hiába ismerem őtet, meg tudom, hogy ananás csinál, de ivartalanítás, ezt így meg lenne szüntetni, hogy így izé. Írjátok meg kommentbe szerintetek, hogy meg lehet ezt így szüntetni. Ezt a fűnyalós diát, mert ez engem nagyon bosszant, mert azért ez tudjuk, hogy ki tudja milyen dög, milyen veszett, vagy bármilyen bármilyen dög odahúgyozott, ő meg fogja a fűnyalja. És ezt annyira nem szeretett, tényleg ez a ivartalanításra lehet ezen segíteni, hogy ne nyalja föl állandóan a mindenféle szemetet. Tehát mindenféle füvet ne kell ezzel nyalogatni. Mielőbb a paprikát, paprika növényt. Nyalogattasz még mi, amíg most már talán nem prüszköd, de erről prüszköd még. Hogy jöttünk ki, végig prüszköd egész utat, mert ugye csípdeített paprikát, lezabálta róla hűnyalás közben. De ott vitte a száját a paprikát, a szájba a paprikát, leszette. Itt volt valamilyen paprika, nem tudom milyen osztálya. Úgyhogy itt van, itt vagyunk megint, most már viszont végre lesz eső. Annyira vártam már, hogy végre tényleg előrejelzés az, hogy tényleg most kiadós, egy heti, egy közel egy hetes tartós áztató első veszi kezdetét egy ciklonnak köszönhetően. Egy ciklonnak és annak hideg, elnyomhúzódó hidegfrontjának köszönhetően kezdetét ez egy nagyon csapadékos időszak. Hát, előleg ez már tényleg véget vett örökre a hőségnek most már. Most már ez már tényleg annyira hőségrázó. Ez már nem bírja ki a hőség. Tehát ez már nem fog visszatérni tömény valószínű. És ez most így eltart kávé egy 5 napig. És igen, már csak holnaptól számítva van még 2 hét a sulig. Úgyhogy hát én most úgy terveztem, sajnos a téli, vagyis hát a suli, amikor iskolába járok, az a videómenetrend, az nagyon tragikus lesz. Nem, tehát egyszerűen nem érek rá annyira forgatni. Tehát nagyon tragikus heti egy helyett is, mert lesznek olyan hetek, amik kimaradnak. Mert egyszerűen nem lesz időm, tehát most ez. De most már annyira nem, tehát tudom, hogy szeretnétek azért a videókat, minden, de most már annyira nem fogok tudni majd készíteni. Most így nyáron remélem elég volt ez a content, ami volt. És remélem, hogy azért jó volt az okot, viszont az volt vele a baj, hogy az idén a gombaszezonról megint nem tudtam videót csinálni, pedig annyira szívesen mentem volna gombászni. Ez a kamerában még csak a csészegombát ismertétek, meg már furcsa gombászni. Egyszer voltam tavasszal, nagyon szépen sokat szedtem, csak akkor pont otthon felejtett. Na, vagyis nem azon felejtette, az volt vele a baj, hogy 5%-on volt, vagy 6. Már. És az az 5-6% arra kell, hogyha mondjuk ebbe ér az erdő, akkor mondjuk egy mentőt fel tudja hívni, vagy valakit, aki haza tud engem vinni, vagy valami. Ilyet az erdőn azért vittem magammal, de már kamerázásra semmiképpen nem volt benne elég energia, de eléggé szép kucsma tervés volt tavasszal. Az arra emlékszem, hogy 2 kiló, majdnem az összeset eladtam. Talán 10 fejet hagyhattam meg magamnak. Annak kiszedte a tönkét, azt megsütöttem mizével, kucsmás tojásrántottának megsütöttem itt. Nagyon finom volt a szára, a süvegét, tudjátok, az baj nem láttátok még, mert még nem mutattam nektek, ez ilyen barna színű tetejét pedig megtöltöttem hússal, paradicsommal, ilyenekkel, a finom volt. Nagyon, hát még az őszben, meg ugye most ez a csapadékosabb hullám, ez elvileg talán most előneveli majd a bargányákat. Ha nem tudom, hogy lesznek-e a bargányák az idén. Idén mondom még csak 2 bargányát. Még nem tapogattam egyszer már, nagyon régóta nem tapogattam bargányát.
Tehát egyszerűen idén, az idei szezonom még a tavainál is fosabb. Ezt csak így tudom mondani. A tavalyi, az őszi miatt jó volt. Tavaly emlékszem, ősszel azért egész szép gombatermésre zárták a szezont. Hát idén nem tudom, milyen lesz, amúgy a nyár, az borzalmas volt a nyár. Tehát a nyár országszerte borzalmas volt. Tavalyhoz képest is borzalmas volt a gombaszezon. És ugye már tényleg egy-két hónap maradt a gombaszezonból. Remélem, hogy be fogja hozni ez a nagy esős időszak miatt. Remélem, hogy be fogja hozni a termés. Ahol mi élünk, itt mondják a legtöbb esőt, ugye? Sokan nem tudják, de itt létezik egy ilyen, a hegyek miatt létezik itt egy ilyen légörvény, ami ezerre gyártja a gomoly felhőket, amúgy ott a pereme végig, körbe, ott felhőkkel van körülvéve az a része. Ott képződnek le, meg délen erősödnek meg az ivatalok. Ez nagyon egy ilyen légörvény. Ha észak felől nedves léghullámok érkeznek, akkor dél felől az ivatarok nagyon erősek lesznek. Ha észak felől, akkor is. Tehát ez úgy működik, hogy a légiáram belütközik a hegybe, és fölmegy az égbe a levegő a mozgás miatt, és felül meg ilyen a száraz levegőbe, ilyen forgásba kezd, és ezeknek a forgásnak a közepén kezd el kialakulni a gomoly felhő. Remélem most ez a elvileg este 7-ig ilyen ciklonális, üje, hideg, nem hideg, de hűvös buzi idő lesz. Úgy remélem, hogy végre megszűnik a vizé, a nagy szárasság. Elvileg országos áztató eső lesz. Ezt úgy kell szépzelni, hogy országos szinten valami 10 vagy 20 zivatarlánc fog egy nap alatt végig söpörni elvileg az országon. Ugye első nap, ami 10 zivatarláncot ígértek, hogy teljesen nyugatról elindul, délnyugat felől elindul, és egészen az északkeleti határcsúcsokig eljut. És ez egy óriási zivatarlánc kell képzelni, és ebből lesz több is. Utána pedig szombaton már csendes eső lesz, és ez kitart vasárnap hétfőn is, amíg a ciklonnak maga a csapadék zónája fölöttünk van. Szóval ahogy eltávolodik a ciklon, úgy újra ilyen záporos, zivataros, de ezek már inkább elszórtan, eléggé sűrűn pakolva. Tehát ezek már nem láncban rendeződve, nem eléggé sűrűn pakolva az ország szerte kialakulnak, és nem egy láncban képződnek le. Elvileg így lesz a hétfő, meg a kedd is. A kedden már kevesebb. Szerdán már inkább a nap, inkább már sütni fog a nap, melegebb is lesz szerdán már, de ott is még, bár jóval kisebb számban, mint hétfőn meg kedden, de még előfordulnak, főleg az Dunától északkeleti harmadában, ahol mi is vagyunk, itt főleg itt hevesebb zivatarok is kialakulhatnak azon a napon, ugye a Dunának az áramlatainak köszönhetően. Csak remélem nem lesznek megint olyan, hogy bebasz a körtefába, mert szegény körtefát most így is lehet, hogy télen kivál. Hát nem, az a baj, annyira sajnálom, mert annyi sok finom körtét termett, annyira sajnálnám kivágni. Már pedig biztos, hogy ki kell már. Ilyen 4-5 éven belül azt ki kell vágnunk, mert megzabálta a hernyó. Tudjátok, ilyen nagy rózsaszín hernyó, az másnak is a fáját biztos, hogy kizabálta a közepét. Nagyon idegesítőek ezek a hernyók. Nem győzöm őket dróttal segbe szúrni. Mert ugye, én elvegem van ilyen marha hosszú drót darabom, és azt fölhúzom a fába, és akkor megszúrja a hernyónak a segét, és akkor megdöbli. És akkor leesik a hajárét, meg kiszedem aztán be, aztán nézi, ott adom a csirkéknek. És a tyúkoknak. Nagyon szeretik. Amúgy most az van, hogy a két kakas az elősén összeveszett egymással, és ezért az egyik kakast kitelepítettük a kis tyúkolba, ahol a kis tyúkok voltak egykor. A kis tyúkok voltak ezen a területen, ahova most kitelepítettük a kakast, az egyiket, a világosabbikat, amiket Putyinnak hívok, azt kiraktam, és akkor az van, hogy a két kakas nagyon erősen összeveszett, közben nem mutatom, az kimódik, közben húgyozik. Tehát azt ki kellett raknom az udvarra.
Rorbogáncsal én ment a kúra anyját, eddig nem is jártam olyan helyen. Szerintem ez egy régebbről maradhatott benne. Kiszedem. Ja, nagyon vele volt már gyógyulva. Rorbogáncs. Úgy, hogy eszkimónak a farkába is, ezeket már nem bírom kiszedni. Szépen elrohadtak amúgy már. Tehát már szépen el fognak tűnni majd. Elrohadnak. Olyan bírom neki kiszedni a farkából, mert egy nem engedi. Kettő pedig nem akarom neki tépni. Megkérdeztük a állatorvos, hogy mit lehetne vele csinálni. Azt mondta, hogy azt le kéne nyírni. A szőrét akkor onnan. De hát ott meg olyan csúnya lenne, mondom, hogy akkor inkább elviselem azt, hogy van benne egy bogáncs, ennyi szépséghibája lehet. Inkább, mint hogy az, hogy szegény megnyírja, mert nem. Tehát itt a farkán. Tele van mindig ilyen hülye bogáncsok, nem tudom, hogy kerülnek bele. Mindig tele van, de ezt a apró szemét, ez könnyű, hiszen nem úgy mind azokat, az bele, annyira belement. Azt próbáltam már többször, volt a ollóval, próbáltam meg kiszedni. De vágtam a szőrcsomó, de benne maradt. Mert még más szerszálakhoz is hozzáragadt. Az természetesen, hogy víz nőtt a szőr, aztán ezért. Többen meg se próbálom azt, hogy esetleg ott ollóval megszedni, így körülötte. Meg csúnya lenne akkor a farka. Én így szeretem, hogy ilyen szép nagy lompos farka van. Szép. Nagyon szép bundáján, és én így szeretem. Én nem szeretem azt, amikor... Sőt, én engem jobban senki nem, semmi nem tud idegesíteni, mint az, hogyha egy huskyt megnyírnak. Husky tilos. És ezt nem győzöm mondani. Ilyen huskys csoportokban már... Ugye benne vagyok a magyar huskysok közösségével is, bár mondjuk nem nagyon vagyok aktív Facebookon. Tehát ott is beírta valaki, hogy itt lehet a huskynak a szőrével csinálni, mert hogy ő legszívesebben megnyírná. Én meg odaírtam neki, eléggé csúnyán fogalmazott, de szerintem a lényegét megértette, hogy hát a husky tilos megnyírni, mert a huskynak a bundája az gyakorlatilag megvédi a bőrét. Ha bőréhez UV-fény ér, akkor kb. Egy instant megdőlik. Mert ő neki a bőre hófehér. Már én még sem láttam neki amúgy a bőrszínét. De annyira be van fedve szőrre, hogy soha büdös életben fogja látni ennek a őrszínét szegénynek. Annyira gyenge bőre van neki, hogy elvileg nézzétek el. Ezt nézzétek, ilyen szőrcsomok jönnek a nyakörre alól, ahol nem bírom megfésülni neki. Itt meg fel, meg van fésülni, milyen szép, nézzétek el. Gyönyörű szép bundája van neki. Ezt nézzétek, ahogy jön ki a bogáncs. Rengeteg sok szőrzet, minden jön ki belőle, nagyon... nagyon szeretem ezt a kis kutyát. Jó, vannak hülye dolgai. Szerintem nagyon... nagyon kis szerethető állatok, a huskyk. És szerintem, akinek, bár nem ajánlom kezdő kutyásoknak, én nem vagyok kezdő, mert nekem már volt kis kutyám, sajnos azt megmérgezték, ilyen kicsi kutya. Nem tudom, milyen fajta volt, valami keverék volt. Leginkább a német juhászhoz tudnám hasonlítani. Csak nagyon kicsi, 8 kilós volt. Talán egy éves koráig élt, aztán megmérgezték. Megmérgezte, átdobálták a mérgezett kolbát. Azért tartjuk őt kenelben, féltem őt, mert nem akarok még egy kutyát így elveszíteni. Mert mi nekünk az állataink mindig megmérgezték. Megmérgezték már nekünk tyúkot. Macskát, kutyát. Kutyát, volt nekünk egy másik ilyen puliszerű is. Arra sok emlékem nem maradt, a Brandon nevű kutya. Azt meg szárasztáppal mérgezték meg. Konkrétan szárasztáp közepében benne volt a patkányméreg, bele volt keverve a patkányméreg. Be volt keverve patkánymérreggel. Sok emlékem nem maradt, talán egyik az, amikor ó, leszette a fáról a háncsot. Akkor volt karomvágáson utána, ne bírja tovább szedni a faháncsot. És ennyi. Ezt azt is megmérgezték, az még egy éves se volt. Azt utána, miután megdöglött, a szomszéd fogta, kiemelte a kerítést, amelyik megmérgezte, kiemelte a kerítést, mögül bezsákolta, és telerakta azt a zsákot mindenféle szöges vasakkal, meg mindenne, és kiöntötte a határba, mint hogyha a szöges vasakba lépett volna bele, és így halt volna meg. Miközben tudtuk, hogy ő ölte meg, mert mi már láttuk azt, hogy döglöttem fekszik, és elvitte. És bezsákolta. Tehát
nekünk minden állatunk eddig úgy halt meg, meg van egy macskánk, akiről még fel, akiről mostában nem tudok semmit. 4 vagy 5 éve nem láttam azt a macskát. De vannak itt gyanús macskák a faluba. Azon a környéken van egy ugyanolyan fehér macska. Még talán az a esély még megvan, hogy esetleg a szomszédnál talált valahol otthonra, a egykori szomszédnál talált valahol otthonra, akitől állandóan fűrészport vittünk alájuk, macskák alá. És akkor talán ott élhetne, ott szokott mászkálni egy ilyen fehér cica. Remélem, hogy az az. És remélem, hogy nem az is mérgezés áldozata lett. Az egyetlen, amiről nem tudok semmit. A többiről mindről tudom, hogy mérgezés által pusztult el. Meg volt olyan, amíg belefulladt a tóba. Mi mindenhova vittük őket, emlékszem, kivittük egyszer horgászni őket, az beugrott a hal után, az már nem jött fel. Nem jött fel a cica. Beugrott a hal után a tóba, nem jött fel már többet. Azért gondolom, hogy megfulladt. Nem, még abból is láttam, arra voltam a köd, de lehet, hogy csak valamikor később feljött. Csak azért, mert utána meg mindig két hét múlva megint pecázni, és azért ott volt egy így döglött cica a tóban, ami pontosan ugyanígy néz ki, úgyhogy biztos voltam benne, hogy azt meg a víz ölte meg. Úgyhogy nagyon vigyáztunk arra a cicára, de pont kapásunk volt, és a kapásra ráugrott a cica, és megdöglött. Én a Tamás cica óta, ilyet az, amelyiket szintén mérgezéssel ölték meg. Azóta én nem veszek, én nekem több macska nem kell. És nem azért, mert nem szeretem, nagyon szeretem a cicákat, de én több cicát nem akarok eltemetni. Mert egyszerűen én ezt már annyira unom aztat, hogy én annyira megmondtuk már annyira aztat, hogy mindig megmérgezték, mindig így végezte, az összes macskánk így végezte. És mondtuk, hogy elég a macskával, hogy nem kell ide. Mert úgyis megmérgezik kutyát, eszkimót viszont ugye azért vettem, mert kellett nekünk valami házállat, egyszerűen nem bírtunk házi állat nélkül élni. És akkor megvettük az eszkimót. És nagyon jól választottunk, egy nagyon kis kedves kutyus. És tényleg nagyon, talán 3-szor volt olyan eset, hogy megharapott. Inkább amikor nem akarja azt, hogy oda menjek hozzá, akkor általában morgással jelzés, én általában akkor meg is hátrálok. 2-3-szor volt olyan, hogy nagyon fáradt volt talán, meg egyszer a kajája miatt. Tehát egyszer volt olyan, a kajája miatt ugye kivettem tőle, vagyis beraktam neki a kaját, és instant oda kapott. Azt hitt, hogy el akarom tőle venni. De utána megnyalogatott, tehát én azt így bocsánatkérésként fogtam föl, és hát ugye ők a kajáért meg vannak adulva. De ők általában morgással vagy ugatással jelzik, hogy gazdi most ne gyere ide. Meg kétszer volt az, hogy fáradt volt, és el akartam mindig sétálni. És akkor is harapás lett a vége. De utána megint összenyalt. Délután már összenyalt. Tehát ő egy kedves kutya, tényleg nagyon, nagyon ritka az, hogy ő tényleg megharapna. 3 éve, közel 3 év alatt 3-szor harapott meg, azt mondom nem sok. Ő nagyon egy kedves kutya amúgy, ő nem szokott harapni, ő nagyon sokat nyalogat. Gyere ide, nézzétek. Ő nagyon sokat nyalogat, nagyon egy kedves kutya, és nagyon jó választottunk szerintem vele. Mindig kedves kis állat. Nagyon kis kedves ez a kutya. Kicsi. Mert kezdő kutyatartók számomra nem ajánlom, mondom, mert tényleg nagyon sokat kell vele futtatni. És futtatni kell, bicikli mellett kell futtatni, mert őt a gyalogos sétában nem lehet kifárasztani. Tehát már eleinte gyalogosan sétáltattuk, és az lett a vége, mindig ugatott utána. Ugyanúgy ugatott, mert egyszerűen abban nem fáradt ki, mert ők futottak, és őt futtatni kell. És ezért nem értem azokat az embereket, akik azt mondják, hogy nem szabad bicikliben lehet futtatni. Megkérdeztük a rendőröket, meg állatvédőket is, hogy ez szabad-e, és azt mondták, hogy igen, természetesen lehet a munkakutyákat így lefárasztani, hogyha nagyon nem megy sétával, nekünk meg nagyon nem ment sétával, úgyhogy étlen voltam.
biciklire váltani, és most már nem is viszem gyalog. Januárban vagy februárban vittem utoljára gyalog, szerintem. Nem viszem őt már gyalog. Nem szeretek se sétálni, tehát sétálni nem szeretek. Viszont ő kutyáz meg annál inkább, úgyhogy biciklivel szoktam jönni vele mindig. És ezt tudom, hogy nagyon sok embert zavar, meg minden. Én leszarom az embereket ilyen szempontból. Én engem az érdekel, hogy az eszkimó jól érezze magát. És látom is, amikor gyalogos séta van, ilyen bágyat, meg ő nem olyan, ő olyan típus, amikor igazán futhat. Tehát amikor igazán futhat, az neki az izgalmas. Amikor igazán futhat, és úgy kéne másfél órákat gurulni velem. És én ezt általában meg is adom neki, hogy másfél órákat gurulunk így a faluban. És így akkor. Ja. Na jó, van, sziasztok! Ja, várjatok, még elsőről szeretnék veletek beszélni. Ugye akkor az lehet, hogy jönnek ezek a nagyobb esők, és akkor majd... Ha lesz gomba, találó gomba, mert tervezek majd a nagy esők után erre a héttel kimenni a tardosi erdőbe gombászni, vagyis hát nem gombászni, hanem megnézni, hogy hogy áll a gombaállomány. És ha szeretnétek gombás videókat, akkor mindenképpen az összes gombás videóra nyomjatok egy marha nagy lájkot, hogyha szeretnétek, illetve írjátok meg kommentbe, hogy szeretnétek-e gombás videókat. Na jó, most már tényleg elköszönök. Ennyi lett volna mára. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kapcsoljátok be az értesítéseket is. Én László voltam a Huskys Élettől, és Eszkimó volt a Huskys Élettől. Sziasztok!